Az ellenzék képviselői mielőbbi parlamenti jóváhagyást sürgetnek, mert úgy vélik, nemzeti érdek lenne, hogy Európa egyik legjobban felszerelt és legerősebb hadseregével bővüljön a katonai szövetség, amelynek Magyarország is tagja. Híradónk megkereste a Fidesz frakciót, mikor tűzik napirendre a svédek NATO csatlakozásáról a zárószavazást. Válaszukban azt írták, a Fidesz frakció megvárja a miniszterelnöki találkozót. A Híradónknak nyilatkozó ellenzéki politikusok úgy látják, a végső döntést Orbán Viktor fogja meghozni. Meglátásom szerint ez csak és kizárólag személyes hiúsági kérdés a miniszterelnök számára. Szeret a nemzetközi lapok címlapján szerepelni, és úgy látom, hogy működik a zsazsa effektus, mert hogy mindegy, hogy mit csak írjanak róla. Ez a külföldi kormányok valójában a magyar kormányt eszközként használják, és időről időre valójában a bolondját járatják a magyar kormánnyal, aminek a magyar kormány sajnos újra és újra, vagy legalábbis szándékoltan bedőlni látszik. Nem kell Orbán Viktorral egyeztetni, nem kell semmilyen köröket megfutni. A köztársasági elnöknek van egy olyan joga, hogy a parlamentet sürgősséggel összehívja, ez pedig egy olyan kérdés, ami szerintem megérdemli azt, hogy a köztársasági elnök asszony is involválja magát. Magyarország másfél éve lassan szivatja azt a Svédországot, amelyik Európa egyik legjobban felszerelt és legerősebb hadseregével rendelkezik. Semmilyen más dolga a magyar parlamentnek nincsen, mint hogy napirendre venni ezt a szavazást és egy darab gombot megnyomni. Csak sikerül nekik. Az MSZP február 5-ére javasolta a rendkívüli parlamenti ülés összehívását.